Február elején került sor az első úszóversenyre az új nyíregyházi sportuszodában. Ennél a sportágnál is évek óta nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre, ahogy a nyíregyházi sportcentrum többi szakágában is. A klub 2018-ban már bekerült a kiemelt sportegyesületek körébe, amelyre először abban az évben volt lehetőség. Akkor még csak egy évre adott támogatást a kormány az érintetteknek. Az elmúlt napokban azonban kormánydöntés született az idei és a következő öt évben nyújtandó forrásokról, amelyekkel középtávon segítik a sportegyesületeket. Országosan 17 kiemelt klubot támogatnak, melyből 6 így a Nyíregyházi Sportcentrum is még a kiemeltek között is első kategóriás lett. Évente 300 millió forint támogatást kap 2022-ig, 23-ban felülvizsgálat fog lenni arra vonatkozóan, hogy mire, hogy milyen célok valósultak meg ebből az összegből, és 23-tól elindul megint 2026-ig az a támogatás, amelyről most már döntés született. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egy Covid hatásai, ami negatívan érintette a sport területét is, egy ilyen pozitív döntéssel kiszámíthatóan tudja segíteni a sport életet. A támogatás a létesítmény és eszközfejlesztések mellett a bérekre, bérleti díjakra, versenyeztetésre és versenyrendezésre, valamint adminisztrációra is fordítható. A Nyíregyházi Egyesületnél vannak már elképzelések az összeg felhasználásáról. Két nagy kategóriát kell megemlítenem, az egyik a fejlesztés, másik pedig a működési kategória. Fejlesztésben mindenféleképpen tovább akarjuk vinni a város legkomolyabb és legsportosabb általános iskoláinak, a tornatermének a felújítását. Ez konkrétan a BEM és a Vasvári Gimnáziumnak a világítás technikája és a padló burkolatának a felújítása, és hát a működésre pedig ugye az adott feladat miatt nagyon nagy szükségünk is lesz. A támogatás odaítélését komoly feltételekhez kötötték, a minimum 14 szakággal vagy több mint 1000 igazolt sportolóval rendelkező klubok kaphatták meg, amelyeknek eredmények terén is bizonyítaniuk kell. A támogatás egyúttal garancia a további kitűzött célok megvalósulására. Az eddigi trendet, amit az elmúlt 10 évben el tudtunk érni, garantáltan tovább tudja biztosítani, nem tűnik meg ez az óriási nagy rendület. És hát a kormányzati támogatás az eddig is nagyon-nagyon fontos volt, hiszen enélkül nem épületett volna meg az atlétikai centrum, a városi úszoda, a jégpálya, de valójában a Continental Arena felújítása is kormányzati támogatásra valósult meg. A városvezető hozzátette, a nyíregyházi utánpótlás nevelésben is vannak még tartalékok, melynek kiaknázását segítheti a támogatás a következő években, mind az él, mind a szabadidős sportban.